Hát kérem szépen, azt kell mondjam önöknek, vagy azt kell mondjuk önöknek itt a Györgyével együtt, hogy az év utolsó műsorának utolsó beszélgetése következik. Tényleg így van. Az utolsó percek meg vannak számlálva. Jó Szabolcs a vendégünk, Nemzeti Filharmonikus Zenekar részéről, timpani művész, és Mukli Gyula tenor énekművész, a Nemzeti Énekkar részéről. Jó reggelt kívánok, köszönjük reggelt. Szépen, hogy elfogadtátok a meghívásokat. Pont azt kérdeztétek tőlünk nagy szerényen, amit sokszor ugye a művészek feltesznek, jó, hát miről beszélgessünk? Miről beszélgessünk? Hát akkor földobjuk az egyszerű labdát, akkor egy kicsit a 2019-es év kinek milyen volt. Ha már rám nézel. Igen. Nekünk azért, mert a 19 az most nálad helytállóan stimmel, nem? Tehát, hogy ott van egy 19 azonosság. Éve van. Ennyi. Már milyen azonosságra gondolsz? Hát, hogy 19 éve vagy az énekkarban, ja, nem? Ja, igen. Ez így van. Ez így van. Igen. Hát úgy zárod le a 2019-et. Igen, segítek. Ezen én is megdöbbentem egy kicsit, mikor beszélgettünk erről, hogy jövünk ide a tévébe, és akkor miről tudunk beszélni. Igen, 19 éve vagyok én a Nemzeti Filharmonikusoknál, és most hirtelen azt akartam mondani, hogy az évértékelés egy kicsit nálunk azért furcsa, mert nekünk az év, legalábbis nekem, szeptembertől kezdve. Igen, évadban gondolkodunk. Igen, nekünk az évad sokkal előrébb való ilyen szempontból, és pont benne vagyunk egy olyan évadban, ami szerintem egy nagyon szép évad, és azért örülök ennek, mert hogy mondhatom, mert majdnem mindegyik évad nagyon szép, de most vannak olyan koncertek, és lesznek olyan koncertjeink még, amikre én magam is nagyon várok, és hát remélem, hogy a nézők is majd ezt értékelni fogják, és jönnek is meg. Mik voltak a legemlékezetesebbek? Hát a legemlékezetesebbek azok érdekes módon, mi egy nagyon nagy kórus vagyunk, tehát mi 80-an vagyunk, mi vagyunk egyedül 80-an itt Magyarországon, akik ilyen profi énekkar vagyunk, és igazából oratórium énekkar vagyunk, ami azt jelenti, hogy ilyen Mozart requiem, Verdi requiem, tehát állunk a színpadon és elénekeljük szépen a művet. Szoktunk alapvetően énekelni, de nekem pont azok a kedvenceim, amikor igazából operában veszünk részt. És az most lesz megint. Hál' Istennek nekünk a Wagner napok az egy olyan kapcsolódás a műpához is, ami mindig van, és én személy szerint nagyon várom, mert most lesz a Nürnbergi Mesterdalnokok, amiben szintén részt veszünk, és azt én nagyon várom. Jó, kitüntetést nem mondta, pedig azt olvastam, hogy idén kitüntetést. De azt még el tudja majd mondani a Szabolcs után. Igen. Igen, én is kapcsolódnék a Gyuszihoz. Hát évadban gondolkodunk, nem is igazán naptári évben, ezáltal állandóan gyerekek maradhatunk. Kicsit ilyen iskolás korúak, és hát az elmúlt hónapokban talán a szólistáinkat tudnám kiemelni. Fantasztikus szólistákkal játszhatott a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, úgy, mint például Ránki Dezső, vagy Maxim Vengerov is vendégünk volt októberben, majd jött hozzánk Martin Grubinger, aki egy fantasztikus ütőhangszeres művész, nem csak azért mondom, mert hogy én is ütőhangszeres vagyok, de ő tényleg az egyik legnagyobb név nálunk a szakmában. Úgyhogy hát talán ezek voltak a legemlékezetesebb pillanatok az elmúlt 3-4 hónapban, amire úgy... És amúgy neked meg ez a 20. ha már 19. Hát igen, így van, nekem ez a 20. évadom a Nemzeti Filharmonikusoknál, úgyhogy... Egy picit ezt mondd már el, hogy ugye azt mondod, hogy timpani művész, a timpani pontosan micsoda ütőhangszer? Hát a timpani az üstdob. Üstdob. Igen, tehát... Ez egy nagyon-nagyon különleges hangszer, szerintem óriási felelősséggel, leghalkabban és a leghangosabban tud játszani. Mind hangmagasságért, mind ritmusért felel, úgyhogy nem szeretném nagyon untatni a nézőket, de ez egy nagyon komplex dolog, amit nekem csinálnom kell, és örülök, hogy ezt csináltam. Te vagy az, aki ugye, amikor az ember elmegy egy koncertre, és ott leghátul kellene valahol felfedezni. Igen. Ugye? Abszolút. Igen. De hangban viszont szinte olyan, mint hogyha legelő lennél. Tehát, hogy hangszered, de attól függ? Igen. Tulajdonképpen igen. Na, mi volt ez a kitüntetés? Igen, kaptunk. Azért mondom, hogy kaptunk, mert negyed magammal kaptunk az idén augusztus 20-án Magyar Köztársasági Érdemrend bronzfokozatát, és ezt az énekesi munkásságunk miatt kaptuk. Na és mit csináltok holnap, szilveszter? Hol lesztek? Mi a szomszédainknál. Nem lesz munka? Nem, nekünk egy, bocsáss meg, csak azért speciális egy kicsit a helyzetünk, mert van egy nagyon cuki kis pici kutyánk, aki viszont rettenetesen fél.
Igen. Így aztán sajnos sehova nem tudunk elmenni, sajnos vagy hál' Istennek, de ő ennek ellenére, hogy mi otthon vagyunk, akkor is végig rettegi ezt a 31. napot, és hát az elsőjét is még, úgyhogy úgyhogy kicsit megvan. Előre megvan néhány évre a szilveszteri programunk. Hát, jó, de amúgy a zenekarnak nem lenne fellépése? A nem. Kórusnak nem? Nem. Nem. Most nem. Megértettem. Pihenünk. Ott is pihenés van. Abszolút, kicsit igen. Amár említettétek egyébként, hogy ugye ti máshogy számoljátok az éveket, de hogy a 2020 az erős lesz előreláthatólag? Igen. Az nagyon. Jó, közeli jövőből egy-két nagyobb koncertet mondjatok, még van fél percünk körülbelül gyorsan. Hát ami személy szerint nekem nagyon fontos, az február 5-én lesz egy nagyon szép koncertünk a Művészetek Palotájában, azt Sebastian Weigle fogja vezényelni a Brahms német requiemet, ami egy önmagában is egy fantasztikus mű. Aztán március 26-án jön hozzánk Carlo Montanaro, akit az egész kórus is, talán a zenekar is nagyon szeret, és hát a közönség meg pláne, mert bárhol megjelenik itt Magyarországon, akkor ott nagyon nagy közönséget tud magához vonzani. Olasz műsort fogunk énekelni vele, és aztán mondanám a Wagner napokat. De van egy nagyon fontos dolog még utána, hogy amikor vége van a Wagner napoknak, akkor kimegyünk Franciaországba, és ott megint csak egy operát fogunk, egy Puccini turandotot fogunk énekelni. Nagyon szépen köszönjük, hogy így az év utolsó napján, vagy utolsó előtt a napján eljöttetek hozzánk. Boldog új évet! Boldog új évet! Kívánunk is mindenkinek. És hát akkor eljött a mi búcsunk pillanata is. Gyors búcsú. Gyors búcsúra van időnk. Nagyon nagyon boldog új évet. Többet nem találkoznak 2019-ben, az tuti. De egyébként csütörtökön jövünk 2020-ban, ahogy... akkor élő adás lesz, úgyhogy Robival várjuk majd önöket. Igen, tehát ezen a héten jövünk, de csak jövőre. Így van. Viszontlátásra, boldog új évet mindenkinek. És szilveszterkor ne durogtassanak az állatok védelmében.